Korábban a május szokták a kullanc szezon kezdetének tartani, manapság már márciusban megjelennek ezek az állatok a természetben. Az idő enyhülésével megjelentek már ezek a kórokozók, és nagy számban találhatók, mert sajnálatos módon ugye jelenleg nincs engedélyezve egyetlen egy irtószer sem a kullancsok ellen. Általában azért a zöld felületeken találhatók ezek, úgy a cserjésekben, bokrokban, hát füvön is akár, tehát ha ilyen akár városi parkokban is előfordulnak, most már kertekben, lakott területen, nem csak az erdőkben. Az enyhe telek miatt könnyedén áttelelnek. Ellenük nincs engedélyezett irtószer, így életterük is megnőtt. Városi parkokban ugyanúgy megjelenhetnek, mint a bokros, cserjés területeken, vagy akár a házi kertben is. Kétféle betegséget okozhat: az agyhártya gyulladást, ami egy lázzal, fejfájással, hányingerhányással kezdődő betegséget jelent, illetve később akár egy súlyosabb neurológiai idegrendszeri tünetek is jelentkezhetnek, bénulások, és hát akár halálos is lehet. A másik ez a Lyme-kór, hál' Istennek nagyon sokan ismerik már a tüneteit, hogy ilyen vándorló vörös csíkok jelenhetnek meg a csípés környezetében. Ez antibiotikum kezeléssel gyógyítható, időben felismerve. A kullancs mágszemnél alig nagyobb élőlény, éppen ezért nehéz észrevenni az emberi test felületén. Mindenképpen arra tudom fölhívni a figyelmet, hogy aki így a szabadban tartózkodott így a zöld felület közelében, otthon hazaérve egy alapos vizitet tartasson, kérjen meg segítséget is, esetleg ugye, hogy a szemmel nem látható részeken, hátán, nyakán hátul van esetleg egy kis apró, ugye a mágszemnél picivel nagyobb ez a kullancskórokozó, ami rögtön ugye nem okoz panaszt, esetleg csak amikor már megszívja magát, akkor még szinte egy ilyen borsó szem, akár majdnem zöld borsó nagyságúra is meg tudja növeszteni a potrohát. És hát egy kis bőrpír nyilván jelentkezik egy csípés helyén. Hát ha észrevesszük, megtaláljuk, akkor nagyon gyorsan célszerű eltávolítani. Az egyik legbiztosabb védekezés a védőoltást. Ezt azonban ősz elején érdemes beadatni, hiszen fél év kell a védettség kialakulásához. Így fogjuk meg, és akkor így, ahogy megnyitjuk, oda rányomjuk a, és akkor elengedjük az összecsépét, és akkor ki lehet szépen emelni. Ha az emberi bőr felületén nehéz észrevenni a kullancsot, akkor a dús szőrzetű kutyákon gyakorlatilag lehetetlen. Ugye a tavasz beköszöntével ugye a kullancsok ellen leginkább mi tablettát használunk, valamint amikor feljövünk a sétálásból, akkor szoktuk átvizsgálni, hogy ne talántan a lakásba ne vigyük be mégis a kutyával a kullancsokat. Ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. Minden sétáltatás után át van nézve a szőrzete, mivel nagyszőrű kutya, hogy nehogy belemenjen. Ahogy az ember esetében sem jelenti a kullancsípés a legnagyobb bajt, úgy a kutyák esetében sem kell azonnal a legrosszabbra gondolni. Már a méretéből adódóan is, hogy a kullancs egy rendkívül pici kórokozó, úgymond, és tehát szabad szemmel is nehéz látni. Egy kutya szőrébe viszont szinte majdnem, hogy lehetetlen. Tehát én inkább mindenkit arra buzdítok, hogy a megelőzésre koncentráljunk, mert könnyebb megelőzni, mint a betegséget kezelni utána. Hangsúlyoznám, hogy nem minden kullancs okozza ezt a betegséget, ezt az agyvelő gyulladást, hanem egy kullancs, és ez, ha már vért szív, a második napon tud annyi vért szívni. Onnastól kezdve, mert ugye, ha fertőzött a kullancs, akkor megfertőzte az állatot. Kezelhető természetesen, de megelőzni, tehát meg kell semmi inkább előzni, mint hogy a betegséget gyógyítsuk. Ugye a kutyánál ez úgy vehető észre, hogy ahogy megcsípi a kullancs, első nap észre se veszi.
második, harmadik nap után kezd el viszketni a csípése, és onnastól kezdve ugye a kullancs nem is akar távozni, tehát attól nem kell félni, hogy átmászik az emberbe, mint hogy a hiedelemmel ellentétben nem mászik át. A kullancs nagyon jól érzi magát sajnos, ott a kutya bőrébe, vagy ha esetleg mi belénk jön, akkor mi nálunk. Amikor ő teleszívja magát vérrel, utána ő magától kiesik, tehát akkor van esély arra, hogy esetleg mozgolódik, máshova, más helyet keres, vagy elpusztul, tehát mind a két verzió áll, de semmi szín alatt sem, amikor már beleállt az állatba, tehát belekapaszkodott azokkal a kampós lábaival, onnastól kezdve, ha észreveszünk, akkor és ki tudjuk venni, azonnal vegyük ki. Az orvosok azt ajánlják, hogy minden szabadtéri időtöltés, kirándulás, erdei séta után alaposan nézzük vagy nézessük át magunkat hazaérkezést követően. Az esetleges kullancsípés miatt nem szabad kétségbe esni, de ugyanígy tilos elbagatelizálni is azt.